A Dunaparton a Fővám tér mellett valósult meg a ma Bálnaként ismert, korábban CET nevet viselő több funkciós épület. A Bánáti plusz Hartwig építész iroda, mint az acélszerkezetek gyártójának alvállalkozója végezte a Magyarországon egyedülálló acél rács szerkezet generáltervezői és koordinációs feladatait. Nagy Pál Viktor okleveles építészmérnök mutatja be az egykori raktárépületek közötti udvar lefedésére és kiegészítésére létrejött parametrikus héjszerkezetet. Üdvözlöm a webinárium résztvevőit! A szünet előtt a jelenleg Bálnaként ismert épület következik. Főként a héjszerkezetre és annak tervezésekor megoldandó kihívásokra, érdekességekre fogok fókuszálni, röviden kitérve az épületek és a tervezés történetére. A CET projekt 2006-ban indult, amikor is pályázatot írtak ki az elhanyagolt állapotban lévő közraktárak felújítására. A megmaradt raktárépületek közé és fölé úszó parametrikus élőlény terveivel a holland ONL Kaas Osterhuis építész nyerte meg. A projekt PPP konstrukció keretében indult, az engedélyezési tervet még az ONL Hungary Kft. Készítette. A helyszerkezet fővállalkozója az ENH volt, amelynek akkorra már széleskorú külföldi tapasztalatai voltak hasonló acélszerkezetekkel, mint például Frankfurtban, vagy akár Londonban is. Az ENH alvállalkozójaként a Bánáti Hartwig építész iroda végezte a helyszerkezet koordinálását, alvállalkozóink keresztül a statikai modell véglegesítését és a gyártmánytervek készítését is. Ez már azután történt, miután a beruházó és a holland tervező között megszakadt a kapcsolat. Bonyolította még a helyzetet, hogy a helyszerkezet csomópontjait egy osztrák tervezőcsapat, az AFC készítette, akivel igazából csak a beruházó volt kapcsolatban. A közraktárak története már építésük során is a mai átépítéshez hasonlóan kalandos volt. A pályázatot 1876-ban írták ki rá. Kezdetben 10, majd 8 raktárral számoltak. A 8 méteres facölöpöken álló épületekből végül 4 épült meg. A II. Világháborúban az egyik épület olyan erősen megrongálódott, hogy lerombolták és téglának eladták végül őket. Időközben a központi fekvés, a Dunapart, az egyetemek és a Rádai utca közelsége felerősítette azt a területnek a kulturális értékét, így ezzel az átalakulással sikerült végül a raktáraknak elkerülniük a végleges pusztulását. A kieső, harmadik épület üveghomlokzata és az épület elbontott részére utal, mintha csak elvágták volna. Ebben az épületben most irodák vannak. A 2007-es győztes terv szerzője, Kaas Osterhuis a terv születéséről így fogalmazott. Korábbi írásaimban a 2001 űr-odesszeia fekete monolitjának példáját említettem, amely az űrből jön, a föld felszínén landol, és tökéletesen illusztrálja az általunk tervezett forma viszonyát a környezetéhez. Épületformáinkat a súlytalan térben tervezzük, ahol nincs gravitáció. Így könnyedén játszhatunk a tömeggel, szabadon csavargathatjuk és forgathatjuk, miközben pedig információkat gyűjtünk a súlytalan test majdani érkezési helyéről. Ezt úgy kell elképzelni, mint két irányú kommunikációt a landolási hely és az űrhajó között. Az űrhajónk jeleket küld a Földre, és a Föld felkészül az idegen test fogadására. A Föld és az űrhajó mindenről tájékoztatják egymást a sikeres landolás érdekében. Csak akkor, amikor a lebegő forma Földet ér, akkor hatnak majd a gravitáció valóságos erői a testére. A szerzőtől visszavéve a szót, tehát a helyi környezettől alapvetően eltérő idegen test megjelenése hat inspirálóan az azt körülvevőkre, egy új, vibráló, magasabb szinten lévő teret hozva létre maga körül. A szabadon formált héj nem öncélű játék. A meglévő épületek erővonalaiból indul ki, azokat erősíti fel és gondolja tovább, a CET feje pedig ezt a rendszert teljesíti ki, egy minőségileg másfajta geometriában. Az új szerkezet különállása a régitől teljesen egyértelmű, kontrasztos, éppen ezért tisztelettudó.
A meglévő és az új épület között létrejött kapcsolatban mindkét fél megtartja saját identitását, de az engedékenyebb, az új szerkezet, az hajlik meg. Az épület összesen több mint bruttó 30 000 négyzetméter területet foglal el, a térfogata pedig körülbelül olyan 122 000 köbméter. Ennek igazából az engedélyezésben volt szerepe. A két pince szinten mélygarázs készült, ami nem csak az épület látogatóinak van nyitva. A raktárépületekben üzlethelyiségeket, vendéglátó és egyéb funkcióra alkalmas üzleteket alakítottak ki. A fejrészben két szinten különleges hangulatú rendezvényterem készült. A közraktár épületek legalább 60%-át kellett megtartani. Ez többé-kevésbé sikerült is. Érdekesség, hogy még világító pontokat is terveztünk a hét csomópontjaira, amivel különböző effekteket lehetett volna megjeleníteni. Ez aztán végül sajnos kimaradt. A fejrészén egy kisméretű, de annál különlegesebb kilátóteraszt alakítottak ki a szerkezeti háló megtartásával. A műemléképületekre rétegenként a tartószerkezeti térrács, az üveghéj és a pikkelyszerűen azt részben fedő alumínium elemek kerültek. A piros belső mag, mármint ami itt pirossal látszik lent, szóval ennek megformálása később sajnos elmaradt. A rendezvénytér egy belső akusztikai burkot kapott volna, ami tökéletesen megoldott volna egy sor technikai kérdést, ennek elmaradásával viszont így legalább közvetlenül láthatjuk a tartószerkezetet. A kétszer görbült, amorf formát nagyszerűen kezeli a háromszögosztás, a felületek áttörtsége, az üveg alupanel arány, amelyek a gazdag homlokzati játékra adnak lehetőséget. Ha a részletekre is kíváncsiak vagyunk, az üvegtáblák tervezett struktúrált kapcsolatainak pontos illesztései helyett sajnos ez a kép fogad minket. Az, hogy az építészeti, művészeti koncepció nem tudott maradéktalanul érvényesülni a kivitelezés során, leginkább a tervezési elvek meg nem értésével magyarázhatóak, emellett természetesen a költségkeret is fontos szerepet játszott. Az ONL, mármint az eredeti tervezők, egy olyan rendszert dolgoztak ki, amelyben a tervezés és a kivitelezés szorosan együttműködik, egy rendszert alkot. A designer állandó felügyelete alapvető fontosságú lett volna. A parametrikus építészetet illetően viszont itt konkrét gyakorlati jelentősége is van ennek a szoros együttműködésnek. A 3D tervezés folytán a legapróbb elemekig meg van modellezve a szerkezet. Nem csak amiatt, mert a térháló statikai rendszere, mint egy héj pontjainál minden apróbb módosítás hatására átrendeződik, és ezt azonnal le kell követni a szerkezetnek, hanem mert a szerkesztés apró eltérései ellenére is, szóval a szerkesztés apró eltéréseinek is komoly geometriai következményei lehetnek. Ezek megoldása pedig csak a rendszeren belül elfogadott következetes megoldásokkal kezelhető tisztességesen. A legfontosabb eltérés az eredeti tervtől a héjat az acélszerkezettől eltartó profilok elhagyása jelentette. Következménye nem csak egyszerűen a légies megjelenés elmaradása lett. Az eredetileg tervezett szerkezeti séma ugyanis két egymással közelítően párhuzamos virtuális hálóból állt össze. Egyrészt a tartószerkezet rúdjainak tengelyéből szerkesztett primer hálóból, ami egyben az épület statikai váza is. E fölött helyezkedett el a külső héj üvegtáblái és a szendvics paneljeik közötti fugák tengelyeinek virtuális hálója, ami kb. 25 cm-rel a tartószerkezet vastagságának felével és még körülbelül 10 cm-rel távolodott el a primer hálótól kifelé. Itt látszanak az ONL eredeti vázlattervei. A fugák így mindig a rudak fölé estek. A két háló jellegében, méreteiben majdnem azonos. De csak majdnem, és ez itt a lényeg. Amennyiben a felület sík, vagy egyszer görbült lett volna, vagy akár gömbfelület, a két hálót eltolással, vagyis centrális projekcióval egyértelműen egymás fölé lehetett volna helyezni. És így a távolságuk egymástól állandó lett volna.
Jelen esetben azonban ez a felület kétszer görbült és amorf, ezért a két háló távolsága geometriai okokból nem lehet állandó. A távolság különbségeinek felvételére lett volna alkalmas az a távolságtartó szerkezet, amely végül sajnos a beruházói döntés nyomában elmaradt. A döntés következményeképpen az üvegtáblákat és a szendvicspaneleket tartó profilok közvetlenül az acélszerkezet rúdjaira lettek heggesztve. Itt az osztrák részlettervező cég csomópontjai látszódnak, illetve egy már elkészült modell. És így a profiltengelyek alkotta másodlagos háló a primer hálótól mindenhol egy fix távolságra került. Az eredmény? Az úgynevezett T-profilok tengelyei a csomópontokban nem találkoztak egy pontban, a kevésbé görbült helyeken kevésbé, az erősebben görbült helyeken erősebben. A külső bordáknak geometriai okok miatt csavarodniuk is kellett volna ráadásul, és így a hengeres acélszerkezeti elemek mentén nem tudtak olyan szögben állni, hogy megfelelő szögben találkozhassanak. Végülis ez is hozzájárult ahhoz, hogy a legnagyobb mért eltérés az ideális tengelyhez képest közelítette a 3 cm-t. A héj tartószerkezettől való eltartása nem csak a fedés geometriáját befolyásolja, de esztétikai és ráadásul épületfizikai vonatkozásai is vannak. Az eredeti terv egy légies érzetet keltő szerkezetet vizionált. Ez segített volna abban, hogy a belső térben lévő acélszerkezet kevésbé legyen kitéve a környezeti hatásoknak. Ezek a nem kívánt mozgások és feszültségek törésekhez és beázásokhoz vezethetnek. Ez már az elején látszódott. Ezek a félelmek részben később is igazolódtak sajnos. A létrejött csomópontok látványa a tervezett strukturális üvegezéssel nem sikerült valami szépen, az előbb vázolt okok miatt, ezért alumínium takaró korongok kerültek rájuk. A látványt szintén alapvetően meghatározó fúgákat takaró alumínium profil és emiatt került föl. A takaró korong minden csomópontban a felület érintő síkjában helyezkedik el, a görbület miatt azonban a hozzácsatlakozó takaró profilok síkjai ettől eltérnek. Tervezés során sokat vizsgáltuk ezeket a problémákat, és számos megoldási javaslatunk volt, de természetesen a geometriai okok miatt ezeket képtelenség volt abban a pillanatban már kezelni. A kapcsolatot nem lehetett elfogadhatóan megoldani, ezért a takaró profilok nem futnak bele a korongba, hanem néhány centiméter távolságban véget érnek, közöttük pedig a fugára ragasztott gumiszalag látszik ki. Ez pedig már az elkészült, illetve félig kész szerkezetnek a képe volt. A beruházó által kért megoldás egy sík homlokzatra kitalált függönyfalrendszer alkalmazása lett, ami a saját rendszerén belül le tudott ugyan követni bizonyos szögtöréseket, de alapvetően az amorf felületből adódó geometriai anomáliák megoldatlansága a vázolt esztétikai problémák kialakulásához vezetett. A tervező csapat emellett rettenetesen nagy munkát végzett, a parametrikus héj rendszer elemeire programokat írt, kódolásokat gyártott, számtalanszor igazgatta és újra modellezte a szerkezetet. Az egyik legnagyobb kihívás a gyártmánytervek rendszere, az egyes elemek beazonosíthatósága és a térben való pontos elhelyezése volt. A legtöbb elemből csak 2 darab azonos van, ugye oldalanként, viszont a homlokzati nyílások eltérése miatt valahol még ez sem érvényes. Oldalanként minden egyes acélelemet, üvegtáblát, alupanelt egyenként kellett méretezni, és a térben egymáshoz képest elhelyezni. Az acélszerkezet 2 dilatációs egységből állt, a dilatációt Kass Osterholz végig ellenezte, amiatt, mert megbontja a forma folytonosságát, de a hegesztett szerkezet tulajdonságai miatt ez nem volt elkerülhető sajnos. Így is komoly feszültségeket mértek a kivitelezés közben. Figyelembe kellett venni a hegesztéskor bevitt terheléseket, a kivitelezés közbeni
hőmérsékletkülönbségeket. Tehát itt volt heggesztés télen is, meg tavaszi időjárásban, tehát nagyon különböző hőmérsékleti körülmények között. Érdekesség, hogy a rendkívül eltérő erőket felvevő rudak kívülről azonosak, 27 cm átmérővel, de különböző falvastagságúak lettek. Az acélszerkezetet úgynevezett létránként készítették elő Miskolcon, a gyártóüzemében. A helyszínre szállítás után darúval emelték a helyére, ahol a kapcsoló rúdelemeket helyszíni heggesztéssel kötötték össze. A teljes héjat számtalan módon lehetett volna létrákra, ezekre az elemekre bontani. Az erről készült tanulmányból vettem két-három példát. Volt körülbelül 10-15 féle. Végül is a méret, szállíthatóság, súly és a különböző darú elrendezések emelési lehetőségi alapján optimalizáltuk, és alakult ki végül a végleges létre elrendezés. Itt az építés közbeni állványzat látszik, valamint a fejrésznél a még nem összeheggesztett és végleges heggesztéssel ellátott kapcsolatai látszanak. A háromszögrendszerből adódó koordinációs kihívásokra egy három irányú, három betűből, számokból és még sok egyéb paraméterből álló rasterrendszert alkalmaztunk. A héjfelület pikkelyei két rétegű üvegezésből és hőszigetelt alumínium panelekből állnak. Az oldalfalak és az övvonal alatti területek kizárólag üvegből lettek kialakítva. A bejáratok és a menekülő utak feletti üvegtáblák viszont E30-as tűzgátló üvegekkel készültek. Sajnos az ilyen minősítésű Magyarországon reálisan elérhető üvegtáblák mérete eléggé korlátozott volt. Koncepciótól eltérően másodlagos osztásokkal kellett tovább bővíteni a térhálót. Itt a baloldali ábrán ezek a pirossal jelzett felületek voltak. Ezek az osztások csak a háromszög felületek belső osztásai, nem görbítik tovább a héjat. A háromszög alakú alumínium panelek egy része a bálna fej részén párna formájú, ívesen kialakított elemek. Ez egy plusz háromdimenziós hatást eredményez. Ez már az eredeti tervekben is így volt, sőt az összes alumínium tábla ilyen lett volna. Most az átrium terület fölött sima, sík alumínium panelek lettek felszerelve végül. A friss levegő bevezetésére nyitható üvegtáblákat kellett betennünk, ami a háromszögrendszerben külön kihívás volt. Itt sárgával jelöltük ezeket. A hő- és füstevezetés hát kényszerűen kevésbé dizájnhoz hű megoldása, az átrium helyre szerelt ventilátorok voltak, ezt lehet, hogy ismerik. Visszatérve Kass Osterhuis víziójára és az általa tervezett objektum földön kívüli eredetére, talán nem véletlen, hogy a helyszín még a 2015-ben forgatott mentőexpedíció, a Martian című Ridley Scott filmben is feltűnik, nyilván kicsit módosítva, mint űrbázis. Figyelmes szakmabeliek itt a háttérben kiszúrhatják a korábban említett hő- és füstevezető ventilátorokat is. És végül összességében ugyan számos eltérést lehet felsorolni az eredeti terv és a megvalósult állapot között, amihez jó néhány rossz stratégiai épületszerkezeti döntés is hozzájárult, de abban még a szerző is egyetért, hogy az épület végül is koncepcionálisan alapvetően rendben van. Messziről, a Duna másik oldaláról impozáns, emblematikus látványt nyújt, de a részletek megvalósításában nem sikerült sajnos megütni a koncepció alkotás szintjét. Ez a történet ilyen szempontból azért szomorú és egyben tanulságos is, mert a résztvevő magyar mérnökök és kivitelezők részéről meg lett volna a megfelelő mérnöki tudás és szakmai elhivatottság egy korrekt megoldás megvalósítására is. Reméljük ugyanakkor, hogy a járvány elmúltával, az épület átgondolt hasznosításával, a turizmus,
A gasztronómia és a rendezvények újraéledésével a Pikkelyes Bálnánk újraéled, és visszakapja a város ezt a különleges közösségi területet. Köszönjük szépen a figyelmet!